Én tudod, mennyi mesztelen képet kaptam akkoriban? Nekem is van egy pár, igen, egy sok gigányi. Ez miért nem sül? Sok gigányi hasonló tartalom, de ezeknek azért a jelentős százaléka, gondolom a te inger küszöbödet sem lépte át. Persze, nyilván nem. De hát aki figyelj, ami aki átlépte, azzal kezdő, hogy mesztelen képet küld, az szerintem nem az én emberem. Ugye? Hosszú nem. Távon, ugye, hogy nem? Én ugyanígy vagyok vele. De mennyi idő kellett ahhoz, hogy nyitni tudjál idegen csajok felé? Mi a nyitás? Válaszolsz mondjuk egy üzenetre, az nyitás? Hát nem, találkozol vele. Válasz az nem, hát az semmi. Pár nappal ezelőtt. Az volt az első? Aha. És akkor együtt is voltál vele? Nem. Azóta mi nem voltál együtt csajja normálisan? Hát sehogy, se normálisan, se nem normálisan. Nem. Azt tudod, hogy volt egy olyan pletyka, hogy van új barátnőd? Fú, és milyen... Opa. Olyan egyéb pletykák voltak, hogy... Ilyenkor azért tudod, mindenki marha okos, minden újságnak megvan a maga informátora, aki egyébként ezt... Hú, ez furán néz ki, Péter. Hát ezt te csinálod, ez hogy mi az? Az hogy néz ki? De Edina előtt hány komoly kapcsolatod volt? Egyetlen egy. Egyetlen egy? Aha. És miért csak ilyen egy éjszakás kalandjaid voltak korábban? Sok egy éjszakás is volt, meg sok olyan is volt, ami elbukott hamar. Min tud elbukni nálad egy kapcsolat? Nekem nagyon fontos, hogy fel tudjak nézni egy nőre. Ez lehet bármi, és most próbálok egy nagyon egyszerű dolgot mondani. Le akarja tenni a harmadik nyelvvizsgáját. Szeretné elvégezni a nem tudom én milyen egyéb iskolát. Szeretné megvenni az autóját. Szeretne kiköltözni az albérletből és saját lakást. Szeretne műsorvezető lenni. Ez nekem mind elképesztően imponáló. Én egyetlen egy dologtól vagyok ki. Az imponáló, hogyha valaki szeretne műsorvezető lenni? Az imponál, amikor valakinek van célja. Hogy most neki mi a célja, az majdhogy nem tök mindegy szerintem még az elején. Én ettől a vagyok, csinos vagyok, jól nézek ki, egyébként meg van egy palim, és ő majd mindent megold helyettem. Nekem ez elképesztően kevés, hosszú távon. Rövid távon nincs jelentősége, de hosszú távon az én értékrendemben van.